Szegény csizmadia éjjel és napot egy étet úgy dolgozott, mert annyi gyermeke volt, mint a rostanyuka. Még egyet több. Történt egyszer, hogy egy gazdag ember sok munkája után egy véka lisztet adott neki. Ahogy megy haza a liszttel, kapja magát a szél, utána megy, s mind elviszi a vékából, ami benne volt. Hát ez már mégiscsak sok. Én megkeresem azt a szél királyt. Hogy volt szíve elvenni az én kevés lisztemet? Elmegyen hetet hét országon is túl, még végre elérkezik egy szép mezőségre. Ahogy néz ide-stova, meglát feléje közeledni egy forgószelet, mely dühösen sodorja az útporát a magasba. Megretten a szegény csizmadia, lekapja a kalapját, s leborul a földre, hogy megmeneküljön a széldühétől. Köszönd meg! Hogy megismertél és tiszteletedet nekem, mint szélkirálynak megtetted, mert különben pórul jártál volna. Hol jársz, mit keresel itt? Uram, éppen felségethez jöttem elégtételt kérni. A minap nagy munkámmal egy vékalisztet szereztem, s amint vittem haza, valami szélúrfi csúfságból mind széthorta, most a családom otthon éhezik. Hagyd el, majd meglakol a gonosz kölyke érte, de téged se hagylak kárral. Elvezette a szegény embert a kastélyába, jól megvendégelte, s megajándékozta egy bárányjal. Azt mondta, ha hazaérkezel, mondjad neki, rázd meg magad, te berbécs, és egy egész hónapra való pénzt rázd le magáról, de jól vigyázz, amíg haza nem érkezel, ki ne próbálj. Búcsút vett a szegény ember a szélkirálytól, s hazaindult. De a kíváncsiság nem engedte, hogy a báránykát hazáig ki ne próbálja. Alig mondta ki a parancsszót, a bárány körül a föld telides tele lett aranyjal. Nem sokára elérkezik a szállására egy régi komájához. Megkéri, nehogy a báránynak azt találja mondani, rázd meg magad, te berbécs. Alig alszik el a szegény csizmadia, a házigazda meg a felesége nyomban ráparancsol a báránykára, rázd meg magad, te berbécs. Hát, amikor látják, hogy a föld telides teli van aranyjal, fogják a jószágot, és kicserélik a magukéból egy hasonlóval. Felébred másnap reggel a szegény ember, de nem vette észre a cserét. Megköszönte a szállást, és jó reménységgel elment haza. Mikor hazaérkezett, mondja a báránynak, rázd meg magad, te berbécs! Elmondja a parancsszót 10-szer, 20-szor, de a bárány csak nézett a szeme közé. Ismét útra kell nagy haraggal a csizmadia, hogy újból felkeresse a szélkirályt. Elmegy egyenesen a kastélyba, bejelenti magát, és elpanaszolja a sorsát. Ugye nem fogadtad meg a szavamat, s nem várakoztál a parancsszóval, amíg hazaérkezel. Nesze, most adok egy abrosz. Ennek csak azt kell mondani, terülj meg, te abrosz, s egyből tele lesz a legjobb ételekkel. De vigyázz, hazáig meg ne próbáld. De bizony, most sem állotta meg, s az abroszt is megpróbálta. Estére kelve az idő, megint a komájához szállt be, s most is azt mondta neki, nehogy azt mondjátok az abrosznak, terülj meg, te abrosz. A komája és a felesége alig várták, hogy elaludjon. Egyből kiadták a parancsszót, s mikor meggyőződtek, hogy milyen értékes abrosz szerzett a szegény ember, ezt is kicserélték. Másnap hazaérkezik a szegény ember, s hát a csoda majd megölte, mert hiába mondta 10-szer is, 100-szor is, terülj meg, te abrosz, az azon mód maradt. Mit volt mit tenni? Elment még egyszer a szél királyhoz. A király már várta, s megajándékozta egy botocskával, de kikötötte, amíg haza nem érkezik, nehogy a botocskának azt parancsolja, kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál. A szegény ember most is alig várt, hogy megtudhassa, mi haszna lehet a botocskának. Azt mondja hát neki,
kerekedjél, te Batocska, de ugyan jól forgolódjál! Felpattant a Batocska, s elkezdi össze-vissza verni. Elkiáltja magát a szegény ember ilyetében. Hörk! Hát a Batocska nem üti többet. Így tudta meg a szegény ember az ő Batocskájának a hasznát. Újból a drága komájánál szállott meg éjszakára, s ugyan a lelkükre kötötte, nehogy a Batocskának azt találják mondani, kerekedjél te Batocska, de ugyan jól folgoródjál. A kománi asszony éjfél tájban felköltötte emberét. Beviszik a Batocskát a szobába, bezárkóznak, s maga az asszony mondja neki, kerekedjél te Batocska, de ugyan jól folgoródjál, egyszer nekem, másszor az uramnak. A szegény ember a nagy jajgatásra fölébredt. Ugye megmondtam, hogy ne próbálkozzanak a Batocskámmal, mert a büntetés pálcáját kérik magukra, hát csak üsse kigyelmeteket. Jaj, édes komám, uram, visszaadjuk a bárányt is, az abroszt is. Akkor aztán a szegény ember azt mondta a Batocskának, hök! De bezzeg a komám ura, még nem várták meg, hogy újból verekedni kezdjen. Visszaadták a szegény embernek a bárányát is, az abroszát is, hazavitte a családjának, s azóta nem látnak szükséget. Ha meg nem haltak, máig is élnek.